Another visitor. Stay a while. Stay forever. És rettentő sok ellenséges bogyó van itt. Egyik az mindjárt itt a kanyaron túl lesz. Vagy ott lent. Folyoson nem, ott van. Csak szép, nyugodtan és higgadtan, jó? És ha fölállok, akkor meghallják-e, illetve ki tud nyitni a Raptidon egy ajtót, vagy nem? Metallízis gél. Fémes lesz a bőröm, vagy mi történik tőle? Na mindegy. Na. Igen, biztonsági lezárás. Narkós csoki. Kísérleti feljegyzése. Aha, a Raptidon folyadék emésztési teszt. A cél. Mennyi Raptidon emésztő savat tud egy ember megemészteni, mielőtt megjelennek a mellékhatások? Procedúra. Lassan egyre növekvő mennyiséget a Raptidon emésztő folyadékból adjunk az esti kajába egy véletlenszerűen kiválasztott munkásnak, és nézzük, hogy az egészsége romlik-e. Eredmény. 1 milliliter. Kis hasi fájdalom és émelygés biztonságos. 2 milliliter. Kis hasi fájdalom és borzasztó émelygés biztonságos. 3 milliliter. Hatalmas hasi fájdalom, teljesen tönkretevő émelygés, hányás, munkahelyen nem biztonságos valószínűleg, 4 ml, ideglenes vakság, gyakori hányás. A páciens képtelen leírni, hogy milyen fájdalmat szenved el, nem biztonságos. És akkor még kipróbálták az 5 ml-t is. Nem tudtuk feljegyezni a szimptomákat, mert 1 órán belül meghalt a páciens. Szóval azért jó sokáig kísérleteznek, hogy biztosak legyenek az eredményben. Cégek, el kell őket pusztítanom, mindet kivétel nélkül. És mondjuk erre, ja, erre lemegyek az alsó szintre, azzal még várjunk. Nem ezt úgy jöttem be a felső szinten, ugye? Oh. Egy víző Raptidon! Na még egyet! Jó van, jön még! Nem mész itt! Oké. Szeretem, amikor a fegyveremben elég lőszer van, hogy mindent lelőjem. Taktika a shotgun? Hát az nem volt elég. Imádom, hogy a Raptidonok ennyire ösztönösek. Na jó, ez egy ilyen nagy méretű hely. Ez az ajtó nem tudom miért jött ki. Ja, és a Raptidon húsi nagyon finom ehető. Azért nem volt a kacatok közt, úgyhogy jelentős mennyiséget el tudtam adni. Köszi. Érdekes lenne egy ilyen szelidített Raptidon. Security Blade. Oké. 5 hamcsiszta éppen. Fegyverdarabok, szuper. Ez a teja. Érdekes egyébként, mert vannak olyan cuccok, hogy mondjuk minden mentális képességedre ad plusz egyet fél percre, és az drágább, mint ami minden mentális képességedre ad plusz egyet 1 percre. Gondolom már a hűség, vagy valami ilyesmi áll mögötte. két terminál, amit meg lehet nézni. Super! Láttam volna itt valamit egy pillanatra. Igen, a gyógyszerreklám oda van bezárkózva a Monsieur, ha jól látom, igen, ott gunnyad. Majd nem soká bemegyek érted is, csak előbb le kéne ölni a raptidonokat. Nem hiszem, hogy jót tenne neki, hogy hurrá, megszabadultam, kiroln, aztán fölfalják. Ja. Ezt szeretném, semmi. Nála bezzeg van, ő rendes hulla. Oké. Rendítsek. Jó, ide jövünk majd megszabadítani. Na, akkor intézzük el az alsó szintet is, meg ezt a két terminált. Jól emlékszem valahogy. Nem ott volt. Rosszul emlékeztem. Hello. Üzenetek. Emma Volkovától. Mindenki. Már betegre fáradtam a csonttisztítás. Vagy ki kell tisztítanom a csontszilánkokat a gépből. Ez a harmadik alkalom ebben a hónapban. A következő munkás, akinek beszorul a keze abban a nyomorult gépbe, írásbeli figyelmeztetést kap. Egy tovább küldött üzenet. Hé, Maszka, figyelj már, valószínűleg megint ki kell takarítanunk a labort. Megint elvesztettünk egy újat a baktériumkultúra feldolgozóban, vagy elemzőben. Új biztonsági keretet kell installálni, mert a mostaniak a raptidon bőrt észlelik, de az emberhúst nem. Ez elfogadható. Oké. Okay. És hozzá még van ez a stílus, hogy a tech az így mögé van rejtve ilyen régies díszítésre. Bejön. Aha. Feljegyzéseim szerint január 23-a a születésnapod. A protokoll szerint élvez egy 10 perces szünetet a 3 és 4 órás munkaidőt között. Ja, nem is. A 3 órás és a 4 órás járőrözésváltásban. Remélem, hogy ez a nap, ezen a napon szánsz egy pillanatot arra, hogy élvezd Terra 2 friss levegőjét, amit a cég kedvessége hozott el a számodra. A cég így, a cég úgy. Megpróbálják elhitetni, hogy a cég egy dolog. Az mi? Mechanikus. Miért vannak itt mechanikus őrök? Hogyha raptidonokkal van tele minden. Jajaj, és itt tudnék fölmenni. Na mindegy, hát. Ha vannak mechanikus őrök, leteszteljük, hogy mennyire tudnak létrán mászni. És a másik, az egyik alattam, a másik éppen ott jön. Várjál már egy picit. Arra gondoltam, hogy így belét lőnék egy csomót, hát hogy segít a morálodon. Sajnos nem találtalak el olyan helyen, ami megfölött volna. Menjetek fedezékbe. Lőjetek egy pár gránátot beléjük. Egyel kevesebb. Milyen jó bírja, basszus. Na végre. Oké, két mechanikus sörrel kevesebb. Mi számítottam rá, hogy elektromos fegyvert kell használnom. Plazma, elektromos, akkor nézzük az elektromosat. Egymást ülik, jó van. Oké, ő leölt egy raptidont. Köszi-möszi. És már csak téged kell leölni. Ne gyere elég. Na jó. Nekem ez is jó. Oké, és akkor szerintem jók vagyunk. Gyűrű. Valaki illegális gyűrűt tárolt itt. Azért jó sok raptidont lelőtt ez a robot. Mielőtt lelőttem volna őt. Ez a kiárat lenne, vagy... Nem, ez még nem a kiárat. Mozog-e ott bent valami? Azon kívül, hogy ég. Nem, itt határozottan tűz van. És egy Mechanical Guardian darab. Némi pénz és fegyvalarkatrészek, ez szerintem leszakadt itt, de hát... Á, jól van, itt töltem meg őket. Szuper! Belőhettem volna ezeket a tartályokat is, persze. A raptidonok, robotok és emberek háromoldalú harca. Oké. Oké. Néztem. Jó. Köszönöm. What you find? Rengeteg technológiai cuccot, kedvesem. Jó fog ez még jönni. Jó. Ez üres. Ez jó. Leborult polchegyek, meg minden, ami szemszájnak inger, és rengeteg gyógyszeres üveg, ami nem jó semmire. 5 töltény. Szuper, és akkor most csak ezt kell megnézni, érdemi van. Szerintem, ide jöttem volna az első bejáraton át, ugye? A WC-n keresztül ráadásul? Nem hiszem. Furcsán hangzik, hogy a WC-n keresztül vezet az út. De igen, ez lesz a... Aha, ott a főbejárat konkrétan. Ó, itt nem látok raptidont. Elite Troop Armor. Plasma Rifle, Helmet. Oké, pipatapasz. Milyen jó a pipázásból, hogyha csak egy tapaszt raksz magadra. Köszönöm. Ja, hogy a Corporate Commander. Ez pedig nem a kandalló. Oké. Mindent megnéztem, nem? Még itt megnéztem meg egy pár dolgot. Ez az a bezárt ajtó, amit látom a túloldalról. Igen. Köszönöm a dicséret. Ez meg egy kis raktár. Nincs a mennyezetes semmi. Oksi. Oké. Mm-hmm. Kezdem gyanítani, hogy lehet, hogy ez a lockpick distance, ez majd szükséges lesz valamikor. De nem túl hamar. Oké. Okay. Hú. Oké, okay, jaj, kezdtem. Ez az inventorim. Sorba rendezem én vala az inventorim kétszer vala. Laboratóriumi ruha. Egy kis, ami Z-vel adom hozzá a Junkhoz. Az egyik mert a Junkhoz. Ez mi? 21 és az inspirációhoz ad. Az első sisak... ami az inspirációhoz ad. Ó, és ilyen brutyós sisak is van, pont mint rajtam. Anterior gear, közepes humor. Csak a kinézetem miatt. Nem! Szép. Zula Bulgard. Elite Troop. Ordnance Control. Hát, hogyha ez az inspirációhoz ad, az, hogy kevesebb páncéllal jár, de. Oké. Okay. És... oké. Okay. Shut up. Sell. Fegyverek. Miért nem rakja sorba, basszus? Tactical shotgun, tactical shotgun. Hadd menjen. Aztán... plasma carbine, plasma rifle. Ú, ennek savas a sebzése mind a kettőnek. És még vérzést is okoz. Ezek 41-et sebeznek mindannyian. Illetve 41-be kerülnek, bocsánat. Van két puska. Ez mi? Assault rifle mind a kettő. Érdekes. Egyel több olyan búb van rajta ezen. Nem látok semmi különbséget. 2.15, magazin 2, szájt 1, magazin 2, szájt 1. Nem igazán tudom megmondani, mi a különbség köztük. Ez lesz a nehéz gépfegyver. Oké, okay, és akkor páncélból van-e itt valaminek jó ára? Ennek Elite Troop Armor, illetve még van ez. Rotonkezelő páncél. Ez ugye ronda. Hosszú puskával jobbat lehet rajta sebezni, de ronda. Faktoristok. Ah, értem. Értem. Csak fel nem foghatom. Hát ez blokk és stealth ellenes páncél, nehéz is és sokat is ér. Köszönöm. Sáthat. Na mi van itt? Hoppá, kell történni, és adásul kell egy törő hozzá. Hoppá. Nézzük. Kinyittathatom vele az ajtót, üzenetek Portertől. Új kód kell az ajtóhoz. Komplikáltabb, hogy Orson ne tudjon még egyszer besúnyogni, és ne írd le még egyszer, használd az agyad. Mit szólnál ahhoz? A hónapja a születésnapodnak 1. Hányszor cserélünk őröket óránként 2. A balesetek száma ebben a hónapban, amit az a nyomorult gép csinált, 3. A maximum mennyiség milliliterben, amit a Raptidon emésztősavból egy ember meg tud emészteni, mielőtt halálosnak tekintjük, 4. 1, 2, 3, 4. Nagyszerűnek tűnik, köszönöm. Hát a meghatározás tényleg bonyolult. Uram, atyám. Jó, érdemes ebben a játékban... Ó, Medical Journal. Szóval érdemes ebben a játékban olyan karaktert csinálni, aki tud zárat nyitni, hekkelni, és a többi, de főleg az árnyítás, mert teljesen új utak, elérések válnak lehetővé. No, szerintem... Mindent végignéztem. Oké. Annyira ügyes vagyok, hogy holnap meg fog borotválkozni. Na. Akkor most végül kiengedhetem az Uhlenberg-t, mert már minden nyavajást elpusztítottam a környéken, csak megmozdulni is merészelt. Okay. That's on what shuts him up first. A hungry rap or my backhand? No, mi fogja előbb elkussoltatni, egy éhes aligátor, sakál, vagy pedig az ő pofonja? Hello! Wait, I know you! Ismerlek! You're responsible for the Emerald Vale fiasco! Te tehetsz az Emerald Vale-i problémáról. Hogy kerültél ide? Ó, semmi probléma, itt is valami borzalmasat volt csinálni. Először, így számolok az ujjamon, először lelőttem a raptidonokat, aztán felsétáltam a lépcsőn. Nem érdekelnek a szörnyek. Első ajtó érdekel. Ez egy protokoll megszegés. Hogy kerültél be? Hogy jöttél be? Hogy megmondjam az igazat, a raptidonok csinálták a munka nagy részét a bejárati ajtón, nem igazán tudják, mi az a zár. Anton küldött. Can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from more error. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Azt hiszi, hogy gyerek vagyok. Ez a lekezelő stílus. Ez most már nagyon zavar. Szóval zavar, hogy elküldött, hogy megmentsenek. Please. That man doesn't have an altruistic bone in his body. Annak az embernek nincs egy rendes csont a testében. Megvannak a kísérlet eredményei. Föltenni az életét arra, vagy az utolsó pénzét, hogyha visszahoztam volna a prekurzorokat és őt halottan hagytam volna, Antonnak a pillája se rezzent volna. Ez micsoda? Akkor add ide! Teszteljük a teóriát! What? Me? No. Ne, figyelj, there's no call for that. If the way's clear, I'll head on back. Ha szabad az út, akkor visszamegyek. Oké. Vigyázz magadra. Oké, szalad. Jó, lehet, hogy az egyik kísérlet eredmény kicsúszott a kezemből, a fogyiszer. maradjon csak mindenki kövér, aki sokat eszik. Ennyire gonosz vagyok. Nem mondtam ott valamit ennyire gonoszan? Nem. Nem, a gonosz jutalma a semmi. Hopp. De mint hogy én nem szaladnék. Nincs a helyez. Nem, most már az első ajtón távozok. Ha mégis megette egy raptidon. Wow. Igen. Bizony, senki ne lásson, lebegünk a padló fölött, kedves barátaim. Oké. Na, hát ezt majd kinézem meg. Pitty. Terrorvonal. Ú, de kemény fickó, a vademberek főnöke. Ő az igazi szörnyű. Ó, de gyorsan betöltöttél. Ó, itt már csak vissza kell mennem ezek szerint, meg megvárni, hogy a térkép betöltődjék. Következő. Oké, ide mennék el először szívesen, és csak utána abba a hangba. De nézzük, mi van még itt. Az is ott van. És... ja igen, az 1, 2, 3, 4. Tehát ott van ez. És... talán ez. Nem, ez ott van, bocsánat. Ez. Ez van ott. És ez. Hajrá. Még van még egy, oké. Oh, egyel több lőszert lőttem el, se baj. Nagyon jó, hogy odafigyel az emberes edzés típusra. Nagyon-nagyon jó. Hello. Beló. Raptidon hús, raptidon bő. Размайка, куда спеши? Ennek nagyon fink hangja volt, amikor felvettem taktikai shotgun. Security blade. Minden is van. Tudós. Iratok továbbra sincsenek. Ebből most már 3 van. 153, 170. Plasma-rifle, plasma-rifle, plasma-rifle. Nálam is plasma-rifle. Így. Plasma-karbén. Jó. Automak-pisztol. Ez 50-et ér. Ilyen jövérjék, ez ilyen sokat. És 2 lefűrészelt shotgun. Egyik se gyémántos, úgyhogy. Itt viszont ez szerintem az enyém. Nem. Akkor ezen is túladok. Ez gyémántos. Hadd menjen. Ez pedig triplét, 14-et ér, tehát alkatrész. Páncél szintjén. Hát ebből maximum 1 kell emlékbe, és 7,5-öt ér tehát. Jó. Mindjárt jelentkezek, visszamegyek, eladom. Mivel nem olyan nagy a pálya, elég hamar betölti szerencsére. Én csak itt még van egy pár hulla. ezek a kis mohó raptidonok. Azmakáter, ugye, még nincs. Maraudertag. Jó lesz súnyogni. Itt raptidonok, rablók. És még biztonságiak is harcoltak. Csak az út van szétesse. Azon gondolkodtam, mi volt, ilyen fatörzs alakú szörny is van. Remélem a játékkészítőknek nem jutott eszébe. Oké. Nézzünk körül óvatosabban. Csak valami tényleg itt, aha, abban a földrészben elvileg már nincs semmi, mégis érdekel. Ó! Oh. Valaki lőtt valamire. Ott van egy marauder vandál. Jó, lehet, engem nem zavar. Napsütés, csillogás, szilpont, ó igen. Mert megérdemlem. Na nézzük. A sneakkel most aránylag meg vagyok elégedve, elég sok mindenkit meg tudtunk lepni. Inspiráció meg ezek jók. De miket tolnak fel a többiek? Engineeringet egy kicsit. Medicalt Ellie, Lockpickre és Sneakre kapok. Persuade, Lie, Intimidate-re. Persuade-re rengeteget kapok. Lie-ra is nincs sokat. Dodge-ot nem igazán használom, inkább az időt lassítom le. Jó, a long gunnál aktiválódott a kritikus sebzés, bármi is legyen az, és még 4 pontot elkölthetek. Új weapont annyira nem használok. A dialógusok nagyon bejönnek, azt kell, hogy mondjam, de most elég jó vagyok a dialógusokba, úgyhogy túrom följebb a tudományos képességet, mert szeretem. Oké. Perket nem kaptam, ők sem, senki se nem sem, semmikor se nem sem. Ebből a pisztolyból megint van kettő, ez igen népszerű, lehet 9-es, 9-es, 50, 50, 165, 165, 1 pont van ott, 2 pont van ott, mi lehet a különbség? Oka tüsszentés, háttérben esetlegesen hallható az úgás, a lábmelegítő, mentesít a tüsszentéstől. Ennyi cucc van nálam, még fér, akkor te menj az éve. Csákánytól meg az ásótól nem tudok megszabadulni, valahogy a mániámmá vált, hogy biztos egyszer majd ásnom kell, és hogyha nem lesz nálam, akkor mit tudom én. 94, 95 és a páncélom 100 és 100. Szerintem jól leszek. Onnan még jön a kutyaüvöltés. Well, ez nem is tudom, hogy ez labornak néz ki, vagy mi az a... Olyan, mint egy óriási pisztoly lenne tár nélkül a tetején. Szerintem a maréderek nem vesznek észre. Ott. Ja, most tedd be kis türelmet. Bármi is az nagyon közel van. Nem látom, hogy hol. Ha, ott. szelíd volt a kutyád. Am I wrong for looking at this colossal machine of destruction and thinking, Felix, you should hijack that? Heads up, boss! No. Kis huncut kutya majdnem leharapta a fejemet. All this fresh air is making my nose itch. Jó. Nem szeretjük az aknákat. Ugye? Na. Szegényke egy kicsit bekábult, bocs. Általában legjobb, hogyha mögöttem álltok, nem előttem. Sokat segít, higgyétek el. Én már picit ütőt túléltem. Mi hát ez a hely? Magára hagyott adatpad. Akit érdekel, ennél a Aunticleo cégnél dolgoztam egész életemben. Amikor előléptettek a Roseway erdőtlenítő csapatba, kiemeltnek és megtiszteltek éreztem magam. Szóval Aunticleo-nak dolgoztam egész életemben, megbecsülve éreztem magam, amikor kineveztek az erdőírtő csapatba. Úgy hittem, hogy meg fogjuk hódítani a vadföldeket, és lebetonozzuk a civilizáció nevében, jobbak vagyunk, mint a természet, ez a mottónk. A része akartam lenni ennek a kezdeményezésnek. Azt akartam volna, hogy Roseway az irigység tárgya legyen a céges állomások között. Azt akartam, hogy a negyedéves jelentéseket minden egyes Spacer Choice munkás arcában mutassam, lobogtassam, és az arcukba nevessek, képükbe kacagjak. Hajnaltól estig dolgoztam, panasz nélkül, és most arra használnak, hogy falakat építsek a város körül. Feladtuk a terjeszkedést, és a fele várost már ki is költöztették. A legrosszabb, hogy az erdőírtó csapatot feloszlatták, és a felszerelésünk kint rozsdásodik a vadföldeken. Ha olvasod ezt, akkor megtaláltad a felmondó levelem. Inkább saját magam élek, mint egy kitagadott, a törvényen kívül, távol, ezektől az állapotoktól. Nagyon kemény. Még amikor lázadnak, akkor is zombik. Lángszúrú, lángszúrú. Mi? Ha van nálad egy lángszúrú, aknákra figyeljünk. Meg a hullákra, igen, és oda kéne bejutnom, vagy ez nem az a hely, ahova jöttem. Jó, akkor most egy ideig csengőfüllel üldögélek és nézegettem a térképet. Ja, kicsit arrébb van, ahova megyünk. Bakker. Hogy mindig belelépek ezekbe az aknákba. Meddig fog ezt tartani? Igen, látom. Jól levitte a tulajdonságémat, Bakker. Persze, details, ez az. Meddig tart a sügetség? Nem hallom. Groundbreaker, kedvel, Spacer Choice, Agreeable. Ez is csak Agreeable, Bakker. És a board nem szeret. Ezeknél közömbös, jó. Olyan járhattam volna rosszabbul is. Jó, tehát ez egy erdőtlenítőgép. azért néz ki ilyen furcsán. Aha, hát igen, ezek elég jó ki tudják vágni a fákat. Jó, tart még ez a vacak. Nem. Már elmúlt. Ugye a HP-mről beszedek valamit. Nem gyógyul az olyan gyorsan segéderő nélkül. Rojtos banán. Azaz, ja. Na. Én betű. Megnyugtam. Ja, F betű. Jó, akkor F betű. Mondjuk most több hitponton van, azért mászik föl ilyen lassan. Az még fatörzs. Ó, jobbra szörnyek. Itt is valaki. Aha, szelidített kutya. Akkor mégse erre megyünk. Nem mondjuk erre. Így is észrevesznek valahol. Oké. Ja. Ja, és nem is arra kellett mennem. Ide! Igen, Timi! Hátulról hallom az üvöltözést, az nagyon pozitív. Nézzünk fel a gombtetőre, az ott mi? Az a nagy. Az lesz a bor. Okay. Jó, és közben HP-n is visszajöttem, mert örvendek nagy mértékben. Ez itt van itt valaki. Valami, vagy megy valahova, nincs, és ott lent. Egyelőre nem látok semmit, itt ki tudok sétálni azokon a sziklákon a szélre. Az ott, az egy szelíd kutya, tehát ott vannak őrök. Itt viszont nem látok. Furcsa szikla. Jó, levegőfű, ezen a bolygón természetes. Gondolom, hogy most hol vagyok a térképen? Talán a levőhegyen. Nézzük meg hátulról. Marauder őr. Neki nagyon uki problémái vannak. Ó, alig vannak 150 ezeren. Oké. Szerintem várjunk egy darabig. Kicsit sokan voltak. És ti hogy vagytok mostanában? Nem zavar benneteket, hogy ennyit kell ászkálni velem, és így próbálunk ki ott tenni. Tudjátok, a Hoop nevű hajón érkeztem, és 70 évig voltam hibernálva. Az a célom, hogy mindenkit kiolvasszunk. Hiszen ott sok jó ember várja azt, hogy kiolvasszák, és talán ők nem olyanok, mint az új generáció, akit a... A cégek teljesen agymostak már. Hozhatnának egy kis friss vért, meg ilyesmi. Hogy ilyen aknákat én nem tudok lerakni, mert jó lenne. Mindenki örülne neki szerintem. színpadra még egyszer. Ó, már okos, már nem ott áll. Teljesen meg tudom érteni, én se állnék ott. Van egy bazilántobor. Ó, hogy a macska rogyasszon már meg. Egyel kevesebb. Egyen figyeltek fel rám, ennek nagyon tudok örülni. A robot úgy tűnik, nem lát messze. Persze, hogy kijövök el. Hogy ne jönnék ki, te, az az én fő elképzelésem, hogy kijöjjek. Na, kijöttem, boldog vagy? Kutyi látikál. Na. Jó, ez a robot ez nem egy olyan sebességőrült szerencsére. Hoppá! Hoppá! Melyik gombot kell nyomni? Ezt! Fussunk, fussunk, szaladjunk, hadd lobogjon, mert ezek repülnek. Arra nem voltam felkészülve. Olyan szép lassan jöttek. Jaj, de jó, hogy te nem vettél részt. Kérlek, számomra az öröm. Ott van még valaki, aki gyanakszik, de már nem. Ti honnan kerültetek ide, srácok? Akna, srácok. Ah, ugye ez egy másik checkpoint. Értem. Mi volna, ha inkább... Ja. Köszönöm. Ott is van egy. Hol halt meg az ipse? Miért van itt ennyi akna? Zavaró. Tényleg hol meg a másik, itt lőttem le valahol. No meg ugye honnan van ezeknek, nézzük én aknára. Különös tekintettel arra, hogy nekem meg nincs. Nézzük, ide googoltam be, akkor teljesen jó fej módon nem vett észre. Valahol itt állt, nem? Ezen a területen elbucskázott volna. Ebbe a fűcsó, ott egy akna. A fűcsó van-e? De nem akarok én ennyit mászkálni aknák környékén. Annyira nem fontos. Ott is egy akna bakker. Szerintem kaptak valami extra szállítmányt. Egy, kettő, assault rifle, 38. Oké. Tényleg könnyítenem kell. Most újjon? Ez mi a csöcs? Ja, a lángsoró. Az is csak közel 6-1-ben sajnos. Ez viszont milyen jól néz ki. Lézerkard. Ez meg méregkard. Ez rossz. 165, 68-at seb az együttéssel, ez meg 55-öt úgy, hogy följavítottam. Jó. Úgy értek hozzá, de egy ilyen azért legyen nálam. Ja, és még 87%. Tele vagyok weaponparttal. Armor. És jó bírja a robbanásokat ez a páncél. Na jó. Játsszuk újra, és újra, na mi van? És újra. Egészen addig, amíg le nem lövök mindenkit. Ez nagyon-nagyon komolyan őrzik ezt a helyet. Na nézzük, hol vannak. Ott van a robot, a kutya, a másik kutya. Szerintem törődjünk először a robottal. Ez robot egyáltalán? Igen, scrapelni kell. Nem mondod, hogy négyet tudtam veled lőni. Jó, nincsen többen, hanikál. Szuper. Az mi? Képesek vagytok lemenni oda és verekedni? Jó, lenyugodtatok? Mikor mondtam én, hogy szaladjatok oda le? Jó, ezt nem láttam. Ezt nem láttam, srácok. Ez ellentmond a fizika és a logika törvényének, amit itt csinál. Oh! Annyira szeretem, amikor így hirtelen ledob valamelyik rész. Nem? Az annyira jó. Nem számítasz rá, és akkor így hirtelen lezuhansz a félhegy oldalon, és szörnyet halsz. Erre mi van, és miért van a mi? Ja, jó, ez egy ilyen kis fedezésszerű bíz és basz. Ó, hogy így meg tudom nekik... Már megint. Szóval meg tudom nekik mondani, hogy álljanak be ide, és akkor lőjenek onnan. Mindegy. Bolha csípés, mit nekem? Jé! Remélem most már nincs több. Az meg mi? Az csak valami nagy hajó. Ez meg egy kis kupac hamu. Hamus husi, tömörített. Nézem meg, ezek fel tud. Nem nézem meg, mert pont oda sétáltatok, basszus, ahol föl szeretném robbantani a cuccost, hogy megnézni, hogy fölrobban-e. Ez egy nagyon borútyó mechanika. Na, most. De sétáljatok elé. Igen, fölrobbannak. Jó tudni. Ebből kinyíltam egy rakás embert is, de nem törődünk vele, úgy látom. Köszönöm, köszönöm. Ez most az első vagy a hátsó bejárat. Nem tudom, egy kis ajándék. Pia, szemetesbe semmi, az robbanó cucc. Cigi. Hát itt biztos hamupacok lennének. Jó, ez itt valamire? Nem, át lehet menni rajta keresztül, azon kívül semmi. Mik ezek a hangok, amiket kiadtok, srácok? Nincs rá okotok, hogy ilyeneket mondjatok nekem, hogy ő, meg ő. Jó, hát itt nagyon nem volt semmi. Oké. Akkor akár be is dughatom az orromat. Kérdés, hogy innen hátulról akarok bemenni. Vagy a túloldalról innen. Túloldalról innen. Lázadjunk. Még abban is próbálok rázadni, hogy nem abból az irányból megyek be. És itt vajon melyik a főbejárat? Oh. Oh. Hello. Milyen jó, hogy ez itt van. Igen, ott van a szelidített kanid. Ebből az irányból van még itt valaki, azon kívül, hogy itt van egy pár táv. Nem, ebből az irányból annyira nem látok ajtót. Erre mi van? Erre a város. Elvileg abból az irányból vagyok hivatva jönni. Jó, maradok ennél az oldalajtónál. De előbb...